Rendkívül érdekes tanulmányt, jegyzetet, cikket jegyzett Máté Horváth Nóra az 1001 orvos hálapénz nélkül szervezetből. Kezét csokolom, jó reggelt kívánok. Kívánok! Ön ugye egyébként aneszteziológus és coach, ez így egyben igen, különösen érdekes. Átolvastam mindazt, amit írt, és igazából nagyon érdekes dolog az volt, miközben itt rengeteg egészségpolitikus azt mondja ebben a székben, ahol önül, hogy az egészségügy előbb-utóbb össze fog omlani, ön pedig gyakorlatilag azzal kezdi jegyzetét, mint gyakorló orvos, hogy soha nem fog összeomlani. Abszolút így gondolom, így van. Valóban erről szól a cikk, hogy tulajdonképpen azt a kérdéssel nyitok, hogy összeomlik-e az egészségügyi rendszer, és meg is válaszolom, hogy nem. Persze lehet azon lamentálni, hogy mit jelent az összeomlás, de nagyon gyakran halljuk politikusoktól azt, hogy ez a rendszer így a jelen formájában nem életképes, nem sokára összeomlik, és majd, ha összeomlik, akkor annak a mostaninak a helyén kell egy merőben új rendszert építeni. Ezzel nekem az a bajom, hogy nagyon leveszi rólunk a felelősséget. Én nagyon hiszek a kollektív felelősségben, abban, hogy mindenki tud a saját körében építkezni. Mindenkinek van feladata egy rendszerben, bármely rendszerben, legyen az a társadalom, nekem feladatom, hogy elsöpörjem a havat a házam előtt, és feladatom orvosként, hogy a saját mikrokörnyezetemben egy élhető környezetet alakítsak ki. Nem kenhetem a saját frusztrációmat rá a betegre például, nem mondhatom azt, hogy bocsi, omlik össze a rendszer, és ezért most nem tudok magával, nem tudom, emberséges lenni, nem tudok magával eléggé foglalkozni. Tehát nekem az a gondom ezzel a csodavárással, hogy várjuk, hogy ránk omoljon a rendszer, hogy egyrészt nem fog, ezt megindokoltam a cikkben, hogy miért gondolom, több oka van, hogy úgy konkrétan csődbe nem megy az egészségügy, bár ez egy nehezen definiálható dolog. Másrészt pedig, ha ezt várjuk, akkor valahogy nem érezzük azt, hogy a mi felelősségünk a betegeknek a gyógyítása. De az államigazgatásnak, az irányító politikának, akárki is van kormányon, mindig érdeke fenntartani az egészségügyet, hiszen gyakorlatilag ez az a helye, amellyel az állampolgár, a beteg mindig találkozik. Érdekes dolgot mondott akkor, amikor is, hadd fordítsam egy nagyon picit meg beteg oldaláról. Azt mondja, cikkében így írja, tucatnyi indokot lehet felsorolni a hálapénz ellen. Viszont ha én vagyok a beteg, és azt mondom, hogy egyébként pedig kaptam júliusra egy időpontot, egyébként pedig nem kedvesek, egyébként pedig nem jó helyen van, és mindenki ezt csinál, akkor én egy fecske vagyok, és oda megyek, na én azért se adok hálapénzt, majd jól megnézem, hogy mi lesz velem akkor. Nagyon nehéz a kérdés, és köszönöm szépen, hogy a hálapénzről itt tudunk élőadásban beszélgetni. Alapvetően azt írom a cikkemben, mint egyik oka a rendszer összenemomlásának, hogy a hálapénz rettentően megosztja mind a társadalmat, mind az orvos társadalmat. Ugye irigykedve nézzük egymást, ki kap, ki nem kap, mennyit kapott, berekek kérdezgetik egymást, hogy mennyi a tarifa ebben a kórházban, abban a kórházban. Minden van, csak transzparencia nincsen. Nem látjuk azt, hogy ugye eleve ez egy titkolt dolog, ez egy adózott formában nem megjelenő jövedelem, tök titokban tartja mindenki, hogy hát fogadott éppen el. Ezért nem transzparens, ezért nem így átlátható. Van. Tehát nem betegbiztonsági minőségi mutatók alapján történik mondjuk az orvosválasztás, a kórházválasztás, a kezelésnek a megválasztása, hanem annak alapján, hogy hallottuk, az egy nagyon jó orvos, jaj, hát ő csak ennyit kért, ő meg annyira kedves volt velem. Tehát nincsenek meg ezek az igazi minőségi mutatók a rendszerben, amik transzparensítenének egy egészségügyet. Hadd kérdezzek konkrétan valamit, hogyha egy dátumot kérdeznék, hogy ideális esetben, mert ugye a rendszerváltozás pillanatától kezdve hallgatjuk azt, hogy előbb-utóbb el kell tűnni, aztán ma is van. Mit gondol, melyik az a dátum, amire azt mondja, hogy meg fog szűnni Magyarországon a paraszolvencia? Ez nagyon egyéni felelős, vagy nagyon egyéni hajlandóság kérdése. Ez olyan, mintha visszakérdeznék, hogy mikor szűnik meg Magyarországon a korrupció. Ne haragudjon, hogy kérdésre felelek, de ez nagyjából ugyanaz az attitűd. Nagyon szeretnénk, hogyha minél hamarabb, sőt, ha nagyon kéne mondanom, akkor tegnap kellett volna, hogy megszűnjön a hálapénz, vagy 90-ben. Ön nagyon erősen merev és feudalista rendszerként jelzi a magyar egészségügyet. Azt hittem, én vagyok merev. Nem, ön nagyon erősen merev rendszerként és feudalistaként egyáltalán jellemzi a magyar egészségügyet. Hogyan lehet ezt minimálisan legalábbis flexibilisebbé, rugalmasabbá tenni? A merevség egyrészt megnyilvánul orvos és orvos között. Ugye alászolgálja professzorurak, főorvosurak, itt a titulus hegyek szerint kell szólítanunk egymást, akkor is, hogyha ez valós beteghez való affinitás nem tükröz az adott kollega életútjában, csak idézőben nem csak, nem, tehát nem lekicsinyelni akarom valakinek mondjuk a szakmai előmenetelét, de nagyon sokszor olyanok szólítatják magukat 1500 titulusra, akik egyébként a beteghez jobb, ha nem is szólnak. Bocsánat az őszinteségét, valóban. Akkor lehetne a rendszer
kényszeren egy kicsit engedni, ha például mi orvosok nem paternalista módon, tehát lekezelően beszélnénk egy beteggel, mert mi tudjuk a tutit, a betegnek megmondjuk, mint egy autószerelő, hogy hogy kell az autót karbantartani, hanem a beteget partnerként kezelnénk, és egy egymás mellé rendelt viszony lenne köztünk. Rendkívül érdekes volt a téma felvetése, sokszor fogjuk ezt még folytatni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál. Köszönöm.